Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mati István nagykövet, mint előhírnök, biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, előhírnök. Minek is az előhírnöke? Hisz ma kerül felvételre a világ zsidó szemmel, és ilyenkor ilyen előzeteseket szoktunk fölengedni léggömb formájába, de ma nem tesszük ezt. Mi a véleményed, hogy mi történik például a spanyol miniszterelnökkel, hogy negatívan nyilatkozik a zsidó államról, és a Hamas támogatja? Hát nem ennyire egyszerű azért a dolog. Ugye az előbb ezt megválaszolta Barnabás, úgyhogy csak ismételni tudnám őt. Van egy ilyen tendencia a világban, hogy ahogy elhúzódik a háború, előjön az a nyugati demokráciákban szokásos, egyébként azt gondolom, hogy nem helyes hozzáállás, hogy hát most már be kéne fejezni, abba kéne hagyni az egészet, és hogy jó lenne, hogyha nem háborúznának tovább, és ugye aki ezt most abba tudja hagyni fizikailag, azok az izraeliek, tehát akkor szólítsuk fel az izraelieket, hogy hagyják már abba. Oké, elkezdődik a terrorizmus, de hagyják abba. Tessék? Nem fogják abba hagyni. Na, nagyon remélem, hogy nem fogják abba hagyni. A harmadik forduló is megtörtént tegnap. Hát az sem volt egyszerű, meg a tegnap előtti is az egy vérvörös kínlódás volt, amikor 7 órás késéssel tudták csak a Hamas emberei végrehajtani, amivel kötelezték magukat, és több alkalommal megszegték nem a tűzszünetet, hanem a szerződéseket. Mégis a felek úgy nyilatkoztak, hogy elképzelhető, hogy folytatják a tűzszünetet naponta 10 TUSZ szabadon bocsájtásával. Nem is TUSZ-oknak hívnám, hanem elrabolt embereknek. Az ugyanaz. Ugye attól TUSZ-ok, hogy zsarolják velük hát nem egyszerűen emberrablás, hogy pénzt kérnek értük, hanem zsarolnak vele egy államot, és nem pénzért, hanem mindenféle más politikai engedményekért. Ez egy bonyolult művelet önmagában is, ha mindkét fél jó indulaton áll hozzá, akkor is bonyolult adott körülmények között, meg aztán... Hát az egyik fél az elkövető, a másik fél, aki követel ezen szerint így polgárai szabadon bocsátását. Nagyon keveset foglalkozik a nemzetközi média azzal, hogy és a nyugati média, aki a szabadság és az egyenlőséget szeretné, hogy 220 ezer izraeli polgár saját hazájában tulajdonképpen menekültként él. Szállodákba, tornatermekbe, közösségi... Ezért nem mondanám, hogy ugye az izraeliek általában menekültként élnek. Menekültként élnek, hisz a városok ki vannak ürítve, igen, északon még, és délen. Ettől még az izraeliek milliói otthon élnek. Hát ezek, de 220 ezer ember az nem kevés. Igen, ettől még nem mondanám azt, hogy az izraeliek úgy általában menekültként élnek az országokban. 220 ezer, 25 település teljesen ki van ürítve. Igen, Péter, ezt tudjuk, csak a minősítéssel nem értek egyet, mert ugyanakkor nem csak ezeken a településeken, hanem az ország gazdasága is ki van szolgáltatva a jelenlegi helyzetnek, igen, az állandó légiriadóknak, ami az egész országot sújtja. Igen, tehát igen, akkor, amikor nem biztos, hogy reggel dolgozni tudsz menni, mert éjszaka 9-szer szólalt meg a sziréna, akkor mi vagy, hogyha... Igen, ez így van. Így van, és sajnos ez vele jár a háborúval. Remélhető, hogy az izrael gazdaság azért elég erős, ki fogja bírni ezt. A szorosokban a gazdasági hajók szabad mozgásának a korlátozása, megszállása. A nemzetközi jog mit mond erről? A nemzetközi jog alapvetően a szabad hajózás, a tengerek szabadságának a biztosításáról szól. Aki ezt akadályozza, az megszegi. Ugye vannak okok, háború, például egy olyan ok, amikor ezt nyilvánvalóan megszegik azok az országok, akik háborúban állnak, de alapvetően a Jemen milyen háborúban áll? Jemen háborúban áll nyilvánvalóan, legalábbis saját felfogása szerint Izrael-el.
hadat üzentek Izraelnek? Meg Szaúd-Arábiával is egyébként, ha már ott vagyunk. Meg Amerikával is? Meg hát, mindenkivel? Nem mindenkivel. Az egy más kérdés, hogy az amerikaiak kinek az oldalán állnak. Nyilvánvalóan Izrael is ebben az esetben Szaúd-Arábia oldalán állnak. Ki kéne, hogy biztosítsa a tengereken a szabad közlekedést? Ez mindenkinek a kötelessége, tehát minden országnak, aki ott jelen van. Ezt leginkább a nagy tengeri hatalmak szokták, ugye hosszú ideig ez Nagy-Británia volt, ugye Britain rules the waves, de manapság azért már inkább az amerikaiak, és hát a saját területükön sok mindenki más. Nagyon gyakran ugye pont az ellenkezőjét csinálják, és akkor azok, akiknek erre van eszközük, azok föl tudnak lépni, föl is szoktak lépni. Persze erre vigyázni kell, mert a másik oldalon, hogyha egy országnak a hadihajói ellentámadást intéznek, akkor az egyik a háborús akciónak minősül. Értem, hát a minap éppen sikerült nekik egy nem izraeli lobogó alatt közlekedő, de izraeli résztulajdonos konténerszállító hajóba kárt okozni. Riktig egy iráni drónnal és azon egy iráni aknával. Mi erről a véleményed? Az, hogy adott helyzetben hadihajók föltartóztatnak kereskedelmi hajókat alapos gyanú esetén, hogy valamilyen módon megsértik a nemzetközi jogot, ugye az egy nemzetközi jog által biztosított lehetőség, sőt kötelesség időnként. Aztán ugye ennek megvannak a szabálya, hogy ezt hogy kell csinálni, és utána hogyan kell elengedni ezt a hajót. Az, hogy ez a félig vagy egészen izraeli tulajdonban van, ugye az nem ok arra, hogy megállítsák. Végül nem sikerült megállítani, csak nagy kárt okoztak a hajóban. Az nem szabad. Ugye de az. Aztán tovább a hajó, az tovább ment, de komoly károk keletkeztek. Igen, azt nem szabad. Tehát ezt a jogot ezt úgy kell gyakorolni, hogy a lehető legkisebb sérülést okozzák, és nem úgy, hogy megtámadnak egy hajót. Arra nincsenek feljogosítva. Az egyik japán hajót azt a kikötőbe is elvitték. Igen, az abból a szempontból mindegy, az a lényeg, hogy a szabályoknak megfelelően csinálják, legyen olyan ok, ami... Helikopterrel megszállták a hajót, fegyverekkel. Ez oké, ez rendben van, ez már kérdés, lényegtelen, nem lényegtelen, de nem alapvető kérdés, hogy hogyan csinálják. Úgy kell csinálni, hogy reokozzanak kárt, és hogy utána, ha kiderül, hogy nem volt alapos a gyanú, akkor mindenféle károkozás nélkül, sőt, ugye, ha ebből kára származik az adott hajónak, akkor annak a megtérítésével engedjék tovább. Tegnap két magyar állampolgársággal rendelkező gyereket is szabadon engedtek. Ugyanakkor a nemzetközi média az ő esetükben nem számolt be a kettős állampolgárságról, csak magyar részről számoltak be. Viszont egy orosz-izraeli kettős állampolgárságút azt a kvótán kívül engedtek szabadon Putyin elnök kérésére. Igen, mutatja, hogy Hamasz és Putyin elnök között milyen intim viszony áll fönn. Igen, ezt szerettem volna hallani tőled, hogy ennyire jó a Hamasz és Hamasz egy terrorszervezet és Nagy Oroszország között a kapcsolat? Igen, sajnos Oroszország egy terrorállam, tehát a terrorszervezettel nem túlságosan nehéz neki jó kapcsolatokat tartani. Ugye tudjuk, hogy a Hamasz a támadás előtt többször, Hamasz katonai vezetői többször jártak Moszkvában, valószínűleg nem vodkát vásárolni mentek. Mi az elképzelésed, hogy mi lesz a Hizballával, illetve Nasrallával? Semmi sem lesz. Hát sajnos folytatják a terrorista tevékenységüket tovább. Lehet ennek egyenes következménye lehet, hogy Libanon úgy fog kinézni, mint Gáza város bizonyos részei. Nem, azért annál okosabbak a Hezbollah is, meg azért Libanonban van egy kormányzat, egy működő kormányzat, hát az egy működőképes állam, amit megszállt ugyan a Hezbollah, de az egy működőképes állam. Gázában ilyen nincsen. Na de ahonnét Libanonból lőnek, odajandóan fognak visszalőni. Igen, de hát ez nem újdonság, ez már régen folyik. Ettől persze még nem jó.
a Hezbollah is, pontosabban ugye a mögött álló Irán, szerintem nekik van elég. Van annyi eszük, hogy nem mennek el odáig, hogy Izrael rákényszerüljön, hogy a Hezbollah Libanonban is olyan erőkkel és olyan romboló módon támadja, mint ahogy Gázában teszi. Értem. Szerinted a tűzszünetet folytatni fogják, ami mai éjfélkor jár le? Igen, szerintem folytatni fogják, ugye csak itt az ez a kérdés, most nem ezzel foglalkozik a világ, de mi van akkor, ha elfogynak a túszok, bár már látnám. Hát össze-vissza 240 elrabolt ember van, ebből idáig nem sikerült visszaadni még százat sem. 40-et sikerült nagyjából, de ugye az a kérdés, ez is felveti azt a kérdést, hogy mi a vége ennek a szakasznak, a háború ezen szakaszának. Izraeli részről, ugye a honvédelmi miniszter, mint a miniszterelnök azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor az elrabolt engerek hazatértek, ezt kiikszelik, és akkor folytatják a háborút. Igen, Izraeli részről ez logikus, csak ez a Hamasznak nem biztos, hogy tetszeni fog, és ezért ez nem egy kívánságműsor. Tessék? Ez nem egy kívánságműsor. Hát azért a Hamasznak is vannak azért van mondani valója, meg van lehetősége, hogy bár hogy van, amit csináljon ott sajnos ebben a háborúban, és valószínűleg nem azt szeretné, hogy itt most minden túsz kienged, és akkor utána folytatódik minden. Az amerikai elnök tegnapi sajtónyilvánosság előtt megjelent, amikor is üdvözölte azt a 4 éves amerikai kislányt, akit végre sikerült kiszabadítani. Igaz, a szüleit megölték neki, és a nagyszülei várták őt Izraelben, hogy ő is szeretné, hogyha a Hamasz soha többet nem tudna ilyet csinálni, azaz, hogy megszűnne, és a hasonló terrorszervezetek is. Igen, hát sajnos ez egy, hogy mondjam, egy teljesen jogos kívánság, csak a megvalósítása egy kicsit problematikus lesz. Erről fogunk beszélni a Világ zsidó szemmel című műsorunkban, ami el a híradók után este várjuk Önöket. Ne felejtsék el, a nap folyamán a hétfői műsorrendban, kora délutáni órákban természetesen a Kipa következő része is lesz, és a késő esti órákban viszont jelentkezünk a Világ zsidó szemmel című zászlóhajós műsorunkkal. Ezt a hajót senki nem tudja megtámadni, mert lelökjük, aki meg akar támadni minket. Bebizonyítjuk, hogy helyünk van a térképen. És akkor most búcsúzik Önöktől mára a Pirkadat, holnap reggel is lesz Pirkadat, ugyanebben az időben, ugyan itt várom Önöket. További jó tévézést, és akkor most jön a híradó.